Sziasztok! Na, megvan végre a 4 vastömbre való fém, és le tudtuk kraftolni a Toolforge-ot, illetve jelen pillanatban történik meg a lekraftolása. Klik, és lekraftoltuk. Könyvet visszadobjuk, ezt pedig ide rakjuk a másik asztal mellé, és akkor most már ezekhez is elkészíthető az öntőforma. Illetve arra vagyok kíváncsi, amit elkészítettem más módszerrel, mert ugyebár nem olyan fémből készítettem, amivel önteni kell, hogy azt engedi-e. Na, tehát ezeket megcsináltuk, ezek a... Aha, jó. Kell hozzá egy ilyen egyön, ez flintből csináltuk, nem olvasztott fémből, és akkor így összepakolja a hammer. Na figyeljetek! Ho-ho-ho, ez mire jó, fiam? Na, hol mutassam meg, hogy mi varó cucc ez? Na, kint ökörködjünk. Ott mi volt elhullva, na mindegy. Na, figyelj, ó, a vízbe vagyunk, úgy érzékeli. Na. Jaj, igen, kő kell hozzá. Akkor viszont, hol találunk kő? Itt van kő, na figyeljetek. Ha-ha-ha, látjátok, mi durva cucc? Ez brutál fej. 3x3-as mezőt egyszerre. 3x3-asat egyszerre. Durva, mi? Nagyon durva cucc. Nagyon brutálisan durva cucc. Ez az, amiért érdemes volt megcsinálni azt a kemencét. Na. És azt természetesen olvasztott, nem csak flintből meg lehet megcsinálni, olvasztott fémből is. Na, arra kellene rájönnünk, hogy hogy is kell ezeket az öntőformákat csinálni. Szerintem úgy, hogy ezeket az alkatrészeket megcsináljuk hozzá, itt valamiből, tök mindegy. Mondjuk akkor csináljunk egy ilyen lapátot is. Igen, és azt körbeöntjük. De itt hogy tudom megcsinálni hozzá a cuccokat? Csak úgy, hogy itt a túlszte, igen, a stencil-tábon megcsináljuk a hozzávaló dolgokat. Igen, de az kell, igen, stencil. Na, csináljunk csak párat mondni. Oké. Pakoljuk, és akkor, ami kell nekünk, a rohát nem akarunk nyilat csinálni. Ez a hammerhead pattern. Ah, igen, akkor csináljunk egy ilyet. Hammerhead pattern. Ez nem kell, a excavator head. Mi ez? Ez a kasza is nagyon jó, ilyen 3x3-as területet szed össze. Brodex head, nem érdekel. Ez a large pattern, igen. Oké. Oké, ez mint a mindig pattern nem kell, ez kell még, igen, azt hiszem ennyiből áll össze például ez a nagy hammer. Nézzük csak meg. Hammer, igen, ez kell hozzá, két ilyen, meg egy tote road, jó. És akkor, ezt vajon, hogyha ide rakom a castingra, akkor rácsapolom és úgy lesz, hogy hogy van, ezt már elfelejtettem. Szerintem kell valamiből csinálni, hogy nem ezt ide, nem tudom, vagy bele tudom önteni? Erre kíváncsi vagyok. Hogy kell belőle kiönteni. Azt tudja, hogy ez annyi, akkor nem így kell. Akkor meg kell csinálni ténylegesen, és a Power Builderen ezt meg tudom. Mondjuk, miből engedi megcsinálni? Kőből is megengedi? És tök mindegy, nem kőből, nem. Ezt nem lehet kőből. Ezt azt hiszem flintből, mint minimum, valami kis flintünk van. Hol van flint? Itt van 8 flint. Vagy csak nem egy kő? Aha, igen, ezekhez több alkatrész kell. Aha. Tehát lehet, hogy ide rakom az egészet, úgy már enged, igen. Stonehammer, jó. És hova rakta? Jó pár követ elhasználni, de ez a legkevesebb, ez nem érdekel. Jó, most már ilyenünk is van.
Ásplay, de jó, hogy ott van egy csomó, és abban nem kell újat, de mindegy. Oké, jönünk is van. És ezt nem tudom újra használható. Fokka, nincs, de mindegy, ebből van egy szemétre való. Ilyet is csináltunk, már tök mindegy. Jó. Na. Most van az, hogy ezeket már szerintem ki tudjuk önteni. Méghozzá úgy kell, hogy ezt rárakom. De nem ezt akartam, baromarc. Hanem ezt. Igen. Ez az. Így kell. Jó, most már van egy ilyenünk. Szuperság. Ez a nem mindegy fej. Oké. Ezt is. Rakjuk ezt bele. És erre is engedünk. Ilyenünk is lesz. Nagyon szuper. Ilyenünk is van most már. Csináljunk egy kalapácsfejet is. Ez a kalapácsfej, azt hiszem. Igen. Ez is. Hogy sziláduljon meg. Úgy kiszedtük. Megvan ez is. Megmarad az eredeti is. Megvan az öntőforma is. És akkor most már el tudjuk olvasztott fémből csinálni. És akár aranyból is csinálhatunk. Nem érdemes aranyból szerintem. De, hogy minden oké legyen, csináljunk már magunknak. Miért csinálnak magunknak? Az Axe-hoz is cuccolt. Igen, 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 ilyen sima. Tudjunk mivel. Hol is van, igen. Kell hozzá egy ilyen. Oké. Kell hozzá egy Cagehead. Oké, meg kell hozzá egy túlót. Oké. Na. Ezeket a cuccokat, most tudom, hova rakjam, ezt rakjuk amik ide. Nekem több cuccok se kellenek nekem. Ez a Toadroad se kell, ilyenünk is volt Stone Roadunk, na mindegy. Az a lényeg, hogy ennek is megcsinálom az öntőformáját, ha már benne van a vas, használjuk el, valami az arany, olvasztatarany, csináljunk egy ilyet, így, szuper, megköt, kiszedjük, oké, ilyenünk is van, legyen ilyenünk is, ezek újra felhasználhatók, nem kell minden is alkalommal kiönteni. Ez ugyanolyan, mint a másik blank pattern, azért is felesleges mindig újat csinálni. Ilyenünk is van. Oké. Okay. És akkor mi nincsen még? Ez kell még, oké. Okay. Jó. Megy ez. Nagyon szuper cucc ez. Nagyon-nagyon tetszik ez az olvasztósdi. Oké, okay. És akkor most van az, hogyha nem tudom mennyi cucc van még benne. Még van még mindig fémünk. Akkor miért ne csinálnánk valami más cuccot is? Miért ne csinálnánk valami más cuccot is? Egyre több cuccunk van. Nagyon jó ez. Tetszik. Azt mondja, hogy ez mi? White Guard Pattern. Sword Battle. Jó. Csináljunk ilyet is. Karthoz való cuccot. Oké. Okay. Swordblade. Ezt nem engedik őből. Ja, de engedik, csak ezt ki kellett volna szedni. Jó. Oké, ilyenünk is van. Hát használjuk el azt a sok olvasztott aranyat, ennyi. A célom most. Oké. Okay. Fém. Oké. Okay. Ez is megkötött. Jó. És ahhoz tautorat kell, azt hiszem, markolatnak, úgyhogy megvan ez minden szerintem. Ezeket a kiöntéshez nem tudom egyáltalán meg kellett tartanom, inkább kipakolom ezeket a
darabokat. Ezt nem tudom, meg lehet javítani. Valahol lehet javítani, én úgy emlékszem, majd utána nézek. Ez a karthoz való. Ezt nem lehet stackelni, nem lesz stone, ez stone rolled, ez meg stone two rolled. Jaj, ha az máshoz kell, oké, okay, jó. Ezt is rakjuk ki. Vannak itt már öntőforma hegyek, nagyon szuper, oké. Okay. Na, igen, ez való a kalapácshoz, a bányász kalapácshoz, ez a csákjához. Csákányhoz, bocsánat, félrebeszélnek, ez meg a karthoz, jó. Mit akarjunk még csinálni? Nem nézzük csak meg, milyen cuccok vannak itt. Ez a excavator, ez tud 3x3-as földet. Jól van, ilyen is kell nekünk. Kell hozzá a lapátos cuccot, nagyon jó, csináljuk meg a hozzávaló cuccokat. Stenciltábla, ó, azt elhasználtuk. Nem lehet csak kicsapolni belül azt a... Mennyi van még ott? Két ingocnyi. Na figyelj haver, ezt csak ki kéne csapolni ide, de ahhoz kéne egy olyan. Hol van még téglám? Itt van tégla. Azt mondja, hogy valahogy úgy kell csinálni ezt a drain-t, azt hiszem, hogy így körbe rakom a téglát. Igen. Akkor oda rakunk egy drain-t. És akkor ott ki tudom csapolni a felesleget. Ha szét kell ütni, remélem. Hát, ha elfolyik, akkor elfolyik, most mit csináljak? Na. Nem a 3x3-asra kéne. Hagyni. Ezt ha kiütöm és drént rakok helyette, nem folyik ki. Nagyon királyság, jól van. Így. Nem megy tönkre, ez egy nagyon pozitív dolog, hogy menet közben is tudod. Akkor jobb shift, jobb klikkel, jó. És most már ki tudom engedni belőle? Nem. Miért nem? Mi volt rossz? Fordítva van benne! Ó, emberfej! Látom a hibát. Ennek fordítva kéne oda bepattannia, de... Akkor... Jó, azt is. Hogy fog fordítva bepattanni, fiú? Azt mondja, hogy... Sehogy. Csak ha belülről belemegyek, akkor megéget? Nem. Tök jó. Így lesz a jó. Csak én nem tudok kimenni, ha nem ütök ki valamit. Na, de akkor kiütöm ezt a téglát. Ez könnyű visszarakni, ezt mindegy, hogy rakom vissza. Igen. Így. És most miért nem úgy raktam? Ez a ment úgy hűítve. Na. Hogy tudom ezt a drént jól rakni? Ezt a drain-t hogy tudom jól rakni? Úgy, szerintem, ha rakok alá egy téglát, azt hiszem ott is raktam alá egy téglát, ide, igen, és így már engedi szerintem jól rakni, ugye? Nem. De, ez most... Smelter egy drain. Ez kontroller, ó ember, hát ez itt a probléma, kontroller csináltál haver, az nekem nem kell kontroller, az már van. Ej, na, hogy is van az a drain? Hogy van az a drain? De jó, a drain, hogy csinálja a drain-t? Nem. Kevés lesz a tégla, fiúk. Nem baj, van alapanyag bőven. Meg kell nézni a könyvbe. A fene egye meg. Feketébe volt talán. Na. Itt van. És nekünk kell, ez a drain, és hol mutatja a drain-t? Miért nem mutatod? Na. Smeltery controller, smeltery drain, csak két sorba, tehát 6 tégla kell. Pont amit elrontottam, hogy... És csak 5 van. Ki kell égetni egyet. Ki kell égetni egy téglát, ahhoz meg kell nekünk... Egy agyag, egy sóder, meg egy homok. Csak egy tégla. Úgy haladjunk. Na, én nem rakja ki. Na, várjatok csak.
csinálok olyan kardot, hogy lecsaplak vele benneteket. Csináld. Jó. Így. Megvan. Megcsináljuk, haver. Te meg ám. Így lesz jó. Ez kell nekünk a smeltery drain. És most már le tudom csapolni a maradékot, lebizony. Nem marad benne semmi és senki. Mondom, mit lehet csinálni és hogy lehet kivenni, azt ki tudja már mi. Jó kérdés. Na ezt a részét még meg kell nézni, hogy itt mit lehet csinálni vele. Szerintem hülye vagyok, mert itt igen ingotot itt tudok önteni. Az csak tárolja. És az, hogy hova lehet utána csinálni, na mindegy. Ezek a bolond jószágok megint ott. Ő vár, próbáljuk csak ezt a kalapácsot. Na figyeljetek, haver, mi van nekem. Elmentek? A kis mini zombi. Hogy megfeküdt tőle. Kapott a kalapáccsal. Na jó van. Móka befejezve, olvasszunk valami jó kis fémet. Mi legyen az? Miből csináljuk? Silver, ezüst, kadmium, az mire jó? Steel, pazarunk, de azt nem pazarunk. Réz, azt mondja, hogy tíne, ferrusz. Abból lehet vajon? Ferrusz. Nem tudom, miből lehet, hogy őszinteleg. Nézzük csak meg a könyvet. Azt hiszem, ott írja a feketében, a smelterinél. Hú, már megint verik az ajtót, ezek hihetetlen durva fejek. Az idegbe kergetnek, azt mondja, bronz, alumínium, kopper és tinből van a bronz, alumínium, manolén, kobalt, itt az biztos nincs nekem, alumínium, vas, obszidián tudnánk csinálni, az alumit, az lehet, hogy jó. De itt nem mondja, hogy melyik mit tud. A másik könyvbe írja, melyikbe írja. Verik az Isten ajtót, komolyan, hogy lehet így forgatni? Kaptok megint a kalapáccsal, a francot képzeltek, mit kell egy vasajtót kell ezt csinálni, csak nem pazarlok most vasat. Ennyi volt, fiúk, nem kell itt zajongani, hát jól nézzünk már ki. Na. Nézzük tovább a könyvet, tudunk olvasni, most már csend van. Ide kell büfögni? Nem igaz. Na nézzük, azt mondja, hogy tehát a fa, kő, vas, igen, kaktusz, flint, bone, obsidian, ned, alumit, ez mit tud? 550-es durability, mondjuk viszonyításképpen mennyi a vasnak a durability-e? Flintnek 171, a vasnak 250, tehát az alumitnak a duplája. Akkor alumitot azt érdemes csinálni, jó? Netherrackből is lehet cuccolni. Greenslime Blue Slime nem érdekel minket. Cobalt Manulin, 1002-es durability. Fú, ember. De Manulint azt nem tudunk, ezt a Manulint csinálni. Coppernek 180-as durability, 750-es a Steel. Fú, ember. Na, abból is érdemes cuccot csinálni. Big Ironnak 250. Na. A Manulin az érdekel. Manulén. Ardit kobalt, az nincs nekünk. Alumit vagy manulin. Hogy készül a manulin? Azt már elfelejtettem. Alumint azt tudom, az vas kell, meg alumínium. Azt mondja, hogy alumin, ez alumínium, vas és obszidián az alumithoz. Manulinhoz kobalt ardit azt nem fogok tudni megcsinálni. Azt mondja, hogy alumínium, iron, obsidian. Jó. Ez jónak tűnik. Na most már az
most már az utolsó vödő láváért megyek, és akkor meg lesz az alumín vagy alumithoz szükséges obszidnejel, ha azt is kiöntjük. Csak nem akartam az időteket pazarolni azzal, hogy lefelmászkálok. Meg vízért megyek, mert lassú volt, és egy vödröm van is, két vas tömböm, tehát nem tudtam volna még egy vödröse csinálni, hogy gyorsabban menjen a dolog. Na, megérkeztünk ide. Kiöntjük. Oké. Helyes. Na, hogy? Na, figyeljetek, mert meg tudjuk csinálni, amit akartunk. Így, né? Helyes. Azt mondja, tehát kell nekem két obszidián, 5 alumínium, hogy van pontosan a recept? Na. Azt mondja, hogy az alumín, ez kell nekünk alumit, bocsánat. 5 alumínium, 2 vas, 2 obszidián. Fú, ember, az a baj, hogy a vasam az így van, az vajon elfogadja? Na, majd kiderül. És alumíniumból meg kell 5. Hol az alumíniumom? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Akkor kezdjük azzal, hogy elfogadja-e, hogyha belerakom, így. El. Szuper. Na. 1, 2, 3, 4, 5. És kell hozzá 1, 2 obszidián. Nagyon jó, fiúk. Ide is kell lesz majd láva. És ha ez elkészül, akkor... Aha. Akkor ki tudok önteni egy brutális cuccot. Mondjuk alumínból kardot csináljunk? Vagy még egy ilyen bontó kalapácsot, ezek jól bírják. Vagy egy olyan csákányt. De minek akarnék csákányozni? Hol lehet így is bányászni? És rakok rá szerencsét, meg tartóságot még pluszba. Sebességet, bocsánat, inkább sebességet, a vörös kövelet, sebességet, ha jól emlékszem. Na, elolvadt már? Hogy nézzük meg. Aha, már csak a két obszidián kell, és meg lesz az alumínium. Molten alumínium, és... Na, olvasd már el az obszidiánt, fiúk. Haladjunk. Nem mutatja számokkal, de látszik, hogy megy felfele szépen, és nem sokára megolvad. És akkor a molten alumíniumból, meg a molten ironból és az obszidiánból összekeveredik a cucc. Jól van. Elméletileg ott van benne, ott van. Jó, akkor öntsük ki a cuccot. És miért is ne öntenénk? Akkor nem csákányt, nem kardot jelen pillanatban, hanem kalapintyót. Igen. De lehet, hogy még kardra is jut. Na. Milyen sokáig szarakodik? Vagy ez már így van kész? Hogy még nincs kész? Még engedni kell rá? Nem. Most ilyen komi van. Hogy élet ilyen sokáig kell várni, vagy mi van? Itt leakadtunk, fiúk, az az igazság. Kifolyt belőle, odafolyt, és nem. Na jó, szerintem itt megállunk, majd utána nézzünk, és a következő részben ezt is bemutatjuk. Én azt hittem, hogy jól csinálom. De valami nem kóser valamiért.
Lehet, hogy az öntőforma sem mindegy, hogy milyen anyagból. Hát akkor miért engedi? Akkor valami hiba van, akkor nem kell csinálni, nem? Nekem úgy logikus. Tök mindegy, mivel csinálom. Nem engedi kiszedni. Jó, utána nézzünk. Nem húzzuk az időt. Együnk egy húsit, és búcsúzunk, majd rendkezünk a következő évbe is, mert ez a kalapintyú, amit tud, hú, ez nagyon tetszik. Na, hagyd mutassam csak meg még egyszer is, azzal búcsúzom, hogy a kalapintyúval bányászunk egyet. Ez a hammer, ez nagyon durva. Azt tudja bányászásban, a Minecraftban, mint a telepjáróknál. Hammer. Na nézzük. Ide is csapjunk bele egyet, na kíváncsiságból. Durva mi? Aztán középső, és akkor ott úgy. Látjátok? Ez brutális durvaság. Ez a brutális durvaság teteje. A bányászás csúcsa. Az a baj, hogy a szilvát azt nem fogja kiütni, na nem baj. De onnan mondjuk, onnan is működik. Értitek? Értitek a cheesy jót? Nagyon brutál fej ez a bányászat így. Ohoho. Tetszik. Oké. Kis fákjázás. Brutális. Brutális metal. Nagyon jó. Hé, hey, ja, nem azzal, hogy... De, azzal vagyunk, csak ez az ő szempontjából nem kiütendő. Igen. Nagyon tetszik, fiúk. Igaz, hogy a láva szinten azért ez veszélyes mutatvány, de így aztán lehet bányászni. Lesz annyi, hoppá, igen, erről beszéltem. Tehát itt azért így lehet haladni a bányászattal, amit mondjak. Itt lehet. Na, ez a Rotary Craftos Horizons Quarry-e. Oké, srácok, most már tényleg búcsúzom. Kielveszkedtem ezzel a hammerrel. Jó cucc, ajánlom. Jók a gyerek, nem sokára jelentkezem újra. Amúr voltam.